Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Egyre nő a kereslet a hazai piacokon is a magyar hal iránt. Lévai Ferenc, a szakmai szervezet vezetője biztos abban, hogy eleget tudnak tenni a megnövekedett vásárlói igényeknek. Tisztelettel köszöntöm Lévai Ferencet ezúttal a mahal szóvivőjének minőségében. Az elmúlt időszakban számtalanszor beszélgettünk már, hogy mi várható a halpiacon ebben az esztendőben. Karácsony tájékán is megállapítottuk, hogy azért nő a kereslet. Beszéltünk az időjárásról, beszéltünk a kormoránokról, és a legnagyobb megdöbbenésemre az elmúlt napokban egy olyan közleményt olvastam, ami a mahal közleménye volt, amit te személyesen adtál ki, hogy óriási problémák várhatóak, és május végére elfogyhat a magyar piacokon a hal. No, most hát erre természetesen felkaptam a fejem, és hát itt az ideje, hogy akkor beszéljünk arról, hogy miként fordulhat ez elő, és egyáltalán mennyire reális ez a veszély. A hazai piacon semmiképpen sem. Kezdjük az elején azzal, hogy természetesen minden hazai vásárlónak, akinek eddig is jutott hal, a legkevesebb az, ami tőlünk elvárható, hogy lesz hala. Tehát amit a cikk kétértelmű, és amikor világgazdaságnak ezt lenyilatkoztam, akkor benne is van, hogy kivételt képez a halhiány alól. Az összes árusítóhely, természetesen a kinyitó csárdák és éttermek, és a horgászok, hogy elfogyott a hal. Hát akkor egy pici történelmet, ha belefér egy percbe, tavaly ilyenkor pont itt veled is, többek között, meg még nagyon sok médiával azért ültünk együtt, mert mintegy 1200 tonna halunk rajta maradt, amit csak állami segítséget tudtunk gyorsan levezetni úgy, hogy kihelyeztük az állami vizekbe, és hála Istennek ez egy okos dolog volt, mert 200 ezer horgásszal több volt tavaly, persze ennek sok összetevője van, de ezt a támogatást, amit tavaly megkaptunk 800 millió forint értékben, még tavaly visszaadta az ágazat abba az értelemben, hogy az államkasszába visszakerült, hiszen a horgászturizmus rendkívüli módon fölpörgött, a horgász háttéripar hatalmasat alakíthatott, hiszen csari, bojli, horog és minden más eszköz sokkal többen fogyott, úgyhogy köszönjük szépen, egy olyan megoldás született tavaly a hal problémánkra, ami előre vitte az ágazatot. És az államkincstár is visszakapta a neki járó pénzét. Az idei évben a következő történt, januárban úgy láttuk, pontosabban karácsony körül úgy láttuk, hogy kielégítő mennyiségű halunk van, tulajdonképpen se nagy, se kicsi nem volt a termés, egy jó közepes, meg volt a tavaly a problémáink, a fél Dunántúlnak alig volt vize, nehezen indult a tavasz, majd jöttek a nyári árvizek, több mint 250 hektár halastavunk elszakadt és elmentek a halak, a Győri Előreháti, ez a Tógazda ZRT, a Mesztegnyői TS, szóval meg volt a problémáink, de igazándiból a haltermése nem látszott ez meg nagyon. Eljött a január, és az új évfordulóra, mintha megtáltosodtak volna a vevők, elképesztő külföldi kereslet indult el a minőségi magyar hal irány. Nyugodtan, hogy minőségi, mert a régió legjobb halaival rendelkezünk, nem zsíros a halunk, nagyra nőttek, gyönyörűek, átlagban 3 kilósak, ezt elmondtuk tavaly össze, és tehát egy kiváló minőségű termésünk volt. Január-februárban úgy elhordták a halat, hogy csináltunk egy közülünk kutatást, ijedtünk be, hogy mi van itt, hiszen ez is kamiontrak, a másik is kamiontrak, a lengyelek is viszik. Fölmértük, hogy mekkora készleteink vannak egyáltalán, és mire a fölmérések bejöttek, kiderült, hogy hát a fordulóponti készletet elvitték az országból, tulajdonképpen annyi halunk van, ami a hazai piacnak elég. Ennek érdekében ki is adtunk most már egy közleményt, amiben azt kértük a hazai termelőinktől, nem kellett kérni, mert mindenki tartja magát ahhoz, hogy azt a halat, ami a hazai piacra kell, azt mindenképpen tudjuk biztosítani. Igen, elfogy a hal az exportra, nem tudjuk azt az exportot, ez egy termelőnek óriási csapás, amikor azt látja, hogy még vinnék, még tudnák adni, ha volna, még most jó pénzt kapok érte, és nincs, egyszerűen nincs. Én azt mondom, az egyik szemem sír a másik nevet, pontosabban mind a kettő nevet, biztos vagyok abban, hogy a hazai piacon egyetlen olyan termelő nincs, aki ne részesíteni előnybe a hazait. Ez a legfontosabb törekvésünk, évek óta ezért kampányolunk, ezért csináltuk a halpénteket, a halra magyar, tehát a magyar piacon, ahogy eddig is, mindenkinek ott lesz a hala, sőt, még mondhatnám azt is, hogy a horace szektor bezárása miatt, vagy amiatt, hogy az éttermek nincsenek nyitva, az intenzív akvakultúrás termés halai, az afrikai harcsa,
A süllő, a tokfélék, azokból még többletünk is van, tehát ott a kínálat még inkább nyomás oldali, mint keresleti oldali. Magyarul egy pillanatig se kell aggódni senkinek, aki halat szeretne vásárolni, enni, az minden további nélkül megteheti. Most is, és 3 hét múlva, és meg 1 hónap múlva is. Amiről szó van az, hogy az exportot le kellett állítanunk, azt májusig már nem tudunk kiadni egy kamiont se, valószínűleg azt fogjuk majd csinálni, az új termést egy kicsit előrehozzuk, és már kisebb testű halakat halászunk júniustól kezdve, hiszen szeretnénk megtartani a jó jövedelmező, és a mi számunkra mindenképpen fontos exportpiacainkat is. Ez tehát a halhelyzet ma Magyarországon, és én nagyon örülök annak, hogy ez a hír ilyen jó reakciót váltott ki, hogy keresni kezdtük a halat, és elkezdtünk gondolkodni, hogy ja Istenem, mi lesz, ha nem lesz hal. Hála Istennek, bár így lenne minden évben, az egyébként ritka, amíg az én életemben is, pedig elég régóta csinálom, hogy 2 éven belül ilyen ellentétes helyzet alakuljon ki, és ez a pandémia, hiszen tavaly is kiment volna ez a halunk, ha nem zárják le a határokat, nem tör ki a pánik, nem omlik össze a teljes élelmiszerpiac, hát tavaly ugye bekövetkezett az, ami az idén már nem volt meglepetés, látja mindenki, hogy hal egy egészséges és jó áru, és bizony viszik. Hát ami az idei kilátásokat illeti, azok nem olyan nagyon biztatóak. Nagyon rossz telünk volt, 16 nap volt a jégborítás Réti Majorba, de hát nem kell mondanom, senki se csónakázott, vagy senki se kócsolyázott a Balaton jegén, vagy a Velencei tavon, mert hát ugye 1 hétig volt körülbelül jég. Ez azt jelentette, hogy a kormány egész évben itt volt, és iszonyú károkat okozott, amilyeneket már nagyon régen, hiszen a jégborítás nélküli tavakban az ivadék és kétnyelves állomány óriási károkat szenvedett. Valószínű, hogy az északi tengereken, ahova ez a madár való, ott nagyon zord időjárás lehetett, mert soha nem látott mennyiségű madár zúdult rá az országra. A szokásos 35-40 ezer helyett, amelyikből körülbelül 6-10 ezer a hazai, a többi pedig kóborló, vándorló, északra jövő állomány, az idén kb. 60 ezer madár volt itt. Olyan nyomás alá helyezték a tógazdaságokat, hogy az a tógazda, aki nem figyelt oda, és egy hétig nem tögödött az ivadékos tavaival, mert éppen ünnep volt, vagy nem ért rá a halőre, vagy bármi problémája volt, az bizony óriási veszteséget szenvedett, tönketették ezeket a halállományokat, és rengeteget elpusztítottak. Én attól félek nagyon, hogy a tavasz az olyan vetőmag hiánnyal fog kezdődni, körülbelül április végére derül, hogy pontosan hogy áll a szektor, hogy mindent meg kell tennünk szakmailag, hogy valahogy ezt a hatalmas kiesést pótoljuk, és hát a fő baj az, hogy igazán ebből a megoldás rövid távú a kormoránokat illetően, az enyhévé, teljesen szárazzá váló téli időjárás, amikor nincsenek fagyok, ez bizony egy 30 évvel ezelőtti állapothoz képest a halad meg egy katasztrófát jelent. Nem tud elvemelni, nem tud nyugodtan és békébe pihenni, nem tudja a teret átviselni úgy, hogy nagy veszteségek ne érnék, nincs jég a háta mögött, nincs semmi védelme, legyen az Tisza, Duna vagy Halastó, ezek a rendkívül agresszív és rendkívül nagy kárt okozó, ez a fekete sereg, ez akkor a pusztítást végez legalább, mint amekkorát végzett annak idején Mátyás király fekete sereg a török között. Hát talán sánta hasonlott, de higgyék el, hogy így van, nem bírunk velük, szóval 4 ember volt ma is bent Réti Majorba, és egyfolytában lőjük ezt a nyavajás madarat. Nem az a kérdés, hányan tudunk lelőni, mert szinte semmit nem számít, csak ne szálljon le. Tehát csak zavarászuk egymás között. Én küldöm föl a szomszédomnak, a szomszéd zavarja tovább, aztán leég a Dunára, a dunaiak onnan tovább. Egy folyamatos zaklatás alatt áll, de a terített, asztaltó, éhes embert elzavarni nagyon nehéz. Nagyon nehéz, nem tudjuk lelőni. Óvatos, ravaszmadár. Körülbelül ebbe az évben már 3 millió forintot költöttünk ebbe. És ha nem teszem meg, hogy zavarom, hogy üldözöm, hogy ágyuk kapiszkáljuk, riasztópisztolyokkal, akkor nem marad ivadékon, megeszi a vetőmagot. Ugyanaz, mint amikor a vetési varjú szemenként fölszedi a borsót a táblába. Tehát ez a probléma, a legnagyobb problémánk ma az országban. Nem jól indul a halászatnak ez az éve, hiszen a száraz időjárás miatt most se tudjuk a dunántúli tavak jó részét föltölteni, nincs csapadék. Meg kell öntöztetnem az örökzöldjeimet itt kint a kertben, mert látom majduk, hogy szenvednek a szegények, az örökzöldek ilyenkor felülnek intenzíven, de nincs a talaj alsó rétegében se csapadék. Szántottuk be a szőlőt, tehát port pörget fel a kapa a szőlőbe is.
Tehát az egyik a csapadékhiány, a másik az ivadékhiány, ami lesz, ami sajnos a kormoránnak a bűne. Hát, és a harmadik, ami az egész állattenyésztés küzdik, hogy hatalmas a takarmány áremelkedés. Mintegy 30%-kal mindennek fölment az ára, ennek is megvan a maga magyarázata. Kína kiszívta az amerikai piacon a kukoricát, ez az egész világot végighúzta. Abba bízunk csak, hogy talán majd az aratáskori árak valamivel lejjebb lesznek, és akkor sikerül olcsóban takarmányt vennünk, ha nem, akkor sajnos a mostani, körülbelül a tavalyi évhez képest talán, ha lesz egy 10%-os áremelkedésünk, szeretnénk is ezt tartani, és én remélem, hogy nem fogunk beleesni abba a hibába, hogy a költségeink gyorsabban fognak emelkedni. Most egy kicsit a gázolajár talán megtorpant, ez talán segíthet majd valamit, de hát semmi nem lett tulajdonképpen olcsóbb. Kenyértől a gabonáig, mi se tudunk nyilván olcsóbbak lenni. Azt az áremelkedést, ami a húsáru piacán található, azt talán el tudjuk kerülni. Én legalábbis remélem abba, hogy magadunk a 10% körül járnál egész évben. Érintőlegesen ugyan, de esett már szó a hal péntek, illetve a halra magyar akciókról. Folytatódhatnak ezek, hiszen ez sikersztori mindkettő. Folytatjuk is természetesen, és most is azt mondom mindenkinek, nyugodtan menjen a boltba, vegye meg a halát is, tegyük ezt ünnepé, hogy minden pénteken együnk halat. Nagyon nagy szükségünk van rá. Ez a pandémiás időszak még inkább felhívta a figyelmet arra, ha figyelik a statisztikákat, megnyilatkozásokat, a túlsúlyos, elhízott, nem egészségesen élő emberek fokozottan vannak kitéve annak, hogy a pandémia meggyötri őket, nehogy Isten még el is viszi. Én amúgykor olvastam egy cikket erről, és állítólag Magyarország Európa talán második legelhízottabb nemzete. Hát ha valamit tehetünk most ez ellen, akkor az pont az, hogy a táplálkozásunkon javítunk, a bezártság, a mozgáshiány, az a stressz, ami kialakult az emberekbe, az bizony sajnos arra predesztinál, hogy többet együnk meg, hiszen az evés örömforrás. Ha már ezünk és többet eszünk, akkor lehetőleg olyan élelmiszerekből tegyük mindezt, amik egészségesek és nem ártanak az egészségünknek. Nagyon nehéz helyzet ez, a saját dolgozóimon is érzékelem, saját magamon is természetesen. Ez a bezártság, még ha azt mondanám, hogy 50 évvel ezelőtt milyen bódó lett volna az én nagyapám, hogyha annyit mozoghatott volna, mint én, hogy fél óra alatt egyik városba vagyok egy óra alatt a másikba, ugye ez mondjuk ezelőtt 50 évvel nem így működött még, hiszen autó se igen volt az országban, de hát ugye az ember vágyai azok mindig a lehetőségeihez képest alakulnak. Ma arra vágyunk, hogy megszoktuk, hogy mehetünk, hogy máma Balaton, hónap Adria, hónap után elrepültünk valahova, aki megteheti. Hát ez most, ennek most vége lett, és ennek az időszaknak egyik fontos tanulsága, hogy amit megtehetünk az egészségünkért, az a legtöbb, amit a járványra szemben megtehetünk. Az óvatosság, a maszk, a készfogás hiánya, az mind legalább az mind nagyon-nagyon fontos, de legalább annyira fontos az, hogy most figyeljünk oda arra, hogy a szervezetünkbe ásványi anyagok, aminósavak, minden, ami a friss halból eredeztethető, azok meglegyenek, mert a legfontosabb védekezés maga az ember, az emberi szervezetbe kialakuló immunrendszer az, ami meg tud a legjobban védeni bennünket. Ebben a halnak élettanilag óriási szerepe van, és nem csak élettanilag, hanem a hangulata is. Én azt gondolom, amikor az ember egy ilyen rendes tavaszi szelet patkó pontyot szépen elropogtatod, egy kis friss tavaszi saláta, én például retekkel imádom, vagy savanyú káposztával, hát annál jobb nincs, meg egész. Én mindenkinek azt kívánom, hogy ne hagyja abba a halfogyasztást, hanem éppen hogy fokozza, és nem csak halpéntek van, minden nap, amikor halat eszünk, az legyen a mi egészségünk ünnepe. Nagyon fontos kérdés, hogy bár a pandémia rengeteg kárt okozott a magyar gazdaságban, viszont a horgászat egyre népszerűbb lett pontosan ezért, hiszen ez egy olyan szabadidős tevékenység, amely nem tömegeket vonz, legalábbis külön, hanem külön-külön, így rendben volt. Mi várható a szezontól ennek tükrében? Ugyanez. Ez folytatódni fog. Nézze, nem szívesen beszélek, pontosabban a mostani szituáció ellentétes, amit én mondok. Nézzük meg a jó oldalát ennek a rendkívüli helyzetnek, meg ez tényleg az. Ez egy elképesztő. A világot letérdeltette egy koronavírus. De nézzük meg az előnyeit. Megismertük Magyarországot. Megismertük Magyarországot, felfedeztük azt a rengeteg élményt, amit idehaza gyűjthetünk, és kitaláltuk azt, hogy tulajdonképpen nagyon jó ország és élhető, és rengeteg helyére elkerültünk olyannak, például a horgász is. Aki nyilván a Tiszán horgászott, és most megteheti, mert éppen a telet nem a Bahamákon töltötte, és megteheti, hogy egy kicsit inkább idehaza néz körül, azt mondja, hogy nem megyek a Balatonra, hiszen még nem is voltunk már talán 5 éve, és megdöbbenik, hogy mit lát a Balatonon. Vagy éppen eljön hozzám, vagy a fehérvári horgász, aki a velencei autóra járt eddig. Hát most nincs kapás, akkor átmegyek valamelyik horgásztóra.
olyan belső turizmust indított el és folytat folyamatosan a pandémia, aminek csak örülnünk kell. Igen, igen, szó szerint felfedeztük Magyarországot. A horgászok is, az állampolgárok is, mi magunk is, akik itt vagyunk, és minket is felfedeztek. Nyitva van a telep, be lehet jönni bármikor. Tele voltunk vasárnap emberekkel, örültem neki, hogy sétálhatnak, hogy kutyát vezetnek, senki semmibe kárt nem tesz, mozogjanak, legyenek kint a levegőn. Persze kerüljük azokat a helyeket, hála Istennek a horgászat nem ilyen, ahol bandázunk, hiszen a horgászat végül is, mégiscsak a magányosok sportja abban az értelemben, hogy a kísérő az egész... Ha kísérjön az egész együtt élő család horgászni, az nem vegyül a másik három horgásza, és miután a bolt be van zárva, és csak kiadni tudjuk a horgász kellékeket, még az sincs, hogy a boltban esetleg kettőnél, vagy ötnél, vagy hatnál többen vannak, mármint a horgászboltban természetesen. És én azt hiszem, hogy ha meg tudjuk jól úszni a járványt, akkor annak az egyik oka pontosan az, hogy nagyon sokan vannak kint a szabad levegőn, kiürültek a városok, persze észre kell csinálni, de még egyszer mondom, pont a horgászat ad, és ez a népszerűségének az egyik titka, amelyik olyan szinten is egészséges, hogy széthúzza, elteríti a lakosságot, és nem engedi azt a tömörülést, ami mindenképpen kedvezne a pandémiának. Imáron biztos, hogy a magyar boltok polcain, illetve a zöldséges standokon le kevesebb hazai gyümölcsöt fogunk találni. A kajszi és az őszi barackültetvények nagy része ugyanis Fejér megyében, legalábbis Bodakajtor térségében a húsvéti mínuszok miatt elfagyott. Elkeserítő a helyzet a gyümölcsösökben, én azt gondolom, hogy ez a fagy óriási károkat okozott mindenütt. Mi újság itt Bodakajtor térségében? A kajszi barackot látjuk, hogy ez sajnos szörnyű állapotban van. Hát ahogy tavaly is itt találkoztunk, most újra megint itt vagyunk, és sokkal elkeserítőbb a helyzet a tavalyi évhez képest. Itt teljes 100%-os fagykárunk van. A kezdődött már egyszer volt egy januári, amikor még egész rügybe voltak, és akkor a húsvéttól kezdődően folyamatosan mínusz 6, mínusz 7 fokok voltak, tehát az ellen, már az, amivel mi védekezünk, tehát itt már lehetett volna védekezni gyertyával, kötsárkánnyal, fatüzeléssel, szénnel, füstöléssel, bármivel nem. Tehát hogy teljes virágzásban volt a sárga barack, amikor a legkényesebb egyébként, az egyik legkényesebb. Mi a teendő ilyenkor? Mert azt gondolom, hogy ez a második év már, és azt hiszem, hogy ahogy olvashatjuk is, számtalan gazdaságban elfogynak a tartalékok. Hát ez igen, ez így van, elfogynak a tartalékok, elfogy a türelem, mindig bizakodunk, mindig abba bízunk, hogy majd jövőre jobb lesz, Sajnos ez a klímaváltozás, ez a magyar gyümölcstermesztőkre nem igazán a legjobb fényt vet, olyan szempontból, hogy mi nem tudjuk késleteltni a virágzást, tehát ezek az enyhe telek, amik vannak, megindul a virágzás, megindul az élet, és mindig áprilisban jönnek ezek a nagyon hideg mínuszok, amikkel hiába próbálunk permetszerrel is, mert azért vannak olyan kondicionáló szerek, amivel folyamatosan permeteztük, ez a kert négyszer permeteztük le folyamatosan, és sajnos egyszerűen nem tudjuk megvédeni. Vannak lehetőségek, most azba gondolkodtunk, hogy egy szélgépet megreckérozunk, aminek a bekerülése értik olyan 20 millió forint körül van, és ha tudnánk azt, hogy biztosra jó lesz, akkor talán még befektetnénk, de már nincsenek tartalékok. Mi a helyzet az őszi barack fronton? Hát őszi barack fronton abba bíztunk, hogy az őszi barackon marad itt ebbe a kertbe. Sajnos ugyanúgy van, mint tavaly, hogy talán egy-két szem, amit a család megeszik, annyi maradt rajta. Ezek az újfajta őszi barackok, amiket most elkezdtek telepíteni a magyar gazdák többek között mi is, sajnos nem bírják ezt a hideget. Vannak olyan régi fajták, amik mondjuk a Kreszthaven vagy a Szankreszt, amiben még bíztunk, de ebbe a kertbe is van Szankreszt, és teljesen elfagyott. Mi történik a kárelhárítási rendszerrel? Hiszen ezt tudjuk, hogy működik, de mennyit segít ez a gazdáknak? Ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor egyes gazdáknak semmit, vannak gazdák, akiknek meg segít. De én úgy gondolom, hogy az egyik ismerős gazdánk 30 millió forint körül kapott egy olyan 30-40 hektáros kertre. Szerintem a fagyvédelmi gyertyáira nem volt elég ez az összeg a tavalyi évben. Mi a teendő, miben reménykednek? Hiszen azt tudjuk, hogy most már meghirdette az Agrártárca
a bejelentést, tehát lehet jelentkezni. Ez mennyit segít? Hát az, hogy jelentkezünk, az csak egy dolog. Ezt most lejelentjük, hogy itt mondjuk 100%-os fagykárunk van, kijönnek, leellenőrzik, jegyzőkönyvet vesznek, és akkor október-novemberben kell egy újabb bejelentést tenni, akkor majd ilyen különböző számításokkal kiszámolják, hogy mennyi összegre vagy jogosult, de ezt én nem tartom igazán jó dolognak, ugyanis nekünk ez a kert, 12 évesek ezek a fák, 12 évből kétszer termet. Én nem tudok bevételt produkálni, ugyanis főállásúlyos termelő vagyok. A jövedelmemnek a 100%-a az őstermelői bevételből van, mivel nem tudok bevételt produkálni, így én nagyon alacsony összegre leszek jogosult. Továbbra is az időjárásról beszélünk, hiszen erős viharos széllel és csapadékkal megérkezett a hideg. Ennek ellenére a legfontosabb őszi vetéseket nem károsította a szélsőséges időjárás. Változékony az időjárás, de hát látjuk a vetéseken, hogy azért nagy probléma nincs. Mit jelentett ez az eső a vetéseknek? Az eső az nagyon jókor jött, illetve ma azt mondom inkább a 25. órába. Az őszi vetéseken már látszott a csapadék hiány, tehát egyszerűen nem volt víz a gyökér környékén. Ez most elősegíti a kiszort tápanyag felvételt is, és egyáltalán a növényeknek a tavasz indulását. Essék szó a kártevőkről, hiszen ez is problémát okozhat ebben az időszakban. A kártevőknek a kártétele igazából egy széthúzódó kártételre számítunk. Ugye már sokkal korábban kellett védekezni például a repcének a kártevői ellen. Egy nagyon korai stádiumban megjelentek, ugye amikor voltak azok a jó kis felmelegedések, most visszaállt, de nyilván, hogy ez ismét jelentkezni fog, tehát valójában második védekezésen is már túl vagyunk, de sajnos még kell számítani a következőkben is kártételre. Az őszi vesztéseket látjuk, hogy tökéletesen néznek ki, a most elvetett magvak azok hogy állnak? A tavaszi vetésűekben itt elsősorban a borsó korai vetése az megtörtént, viszont a kelések eléggé elhúzódnak. Valójában elkezdett kelni már a borsó, de nem egyöntetően, tehát itt a földbe lévő elfekvésnek mondjuk ez sokkal hosszabb idő, mint normális esetben. Most ezzel a csapadékkal elérte a magoknak a mélységét, és így most egy robbanásszerű kelésre számítunk. Végezetül pedig látogassunk el a termelői piacra a Jancsár kertbe. Jöjjön egy rövid összeállítás a jelen helyzetről. Árubőség van, azt látjuk, viszont a változékony időjárás mennyiben zavarja meg az üzletmenetet? Most már azt kell tapasztalni, hogy igen nagy mértékben. Ma is nagyon hideg reggelre ébredtünk, és ez már a piacnyitást is befolyásolta, például abban a szempontból, hogy nem érkezett meg Úrhidáról. Most első alkalommal vártuk a nagyon nagy palánta kínálatot. Tehát a palántát mai nap éppen a fagyponthoz közeli hőmérséklet miatt nélkülözni kell. Vagy például Káponásnyékről a biospárga nem érkezett meg. Bódi Andi elmondta, hogy egy héttel ezelőtt elfagyott a spárga, azóta pedig a hideg időjárás mellett nagyon kis mértékben tud csak növekedni. Ez jellemző a mezőgazdasági termékekre is sajnos. Akik a kertészetben zöldséget termesztenek, mondják, hogy nagy figyelmet igényel ez a dolog. Jobban kell fűteni a fóliasátrakat, vagy takarni kell a termékeket. Lassabban növekednek a zöldségek. De például a méhészetek is eléggé gondban vannak és panaszkodnak, nem csak azért, mert mint a kisebb lenne a méhek állománya ebben az évben, a hideg időjárás miatt, az áttelelés problémái miatt, de például a késői virágzás és a lassú virágzások miatt teljesen bizonytalan, hogy milyen akác méz tud majd termelődni a következő időszakban, vagy pedig a repcét is még nagyon kezdetleges formában látják, hogy még nagyon kicsik. És akkor nem beszéltünk még a kajszi barackról, őszi barackról, sőt vannak, akik a cseresznyevirágot is úgy látják, hogy már megcsípte a fagy.
Tehát annak ellenére, hogy optimista mindenki is bizakodik, de ezek azért nagyon kedvezőtlen előjelek. Valószínűleg ezekből a termékekből kevesebb lesz majd a kínálat, és hát a maradó vagy a növekvő kereslet miatt elképzelhető, hogy árnövekedésre kell majd számítani. Ugyanakkor azok az áruk, amik itt vannak, továbbra is kiváló minőségben vannak, és ráadásul azt is láthatjuk, hogy a járványügyi szabályok betartásával történik minden. Igen, erre nagyon figyeltünk természetesen. Meghatároztuk, hogy a csarnokban az egy nézetméterre jutó egy vásárló alapján hányan tartózkodhatnak. Ezt én rendszeresen ellenőrzöm. Alatta vagyunk most, ugye a húsvéti nagy bevásárlás után kicsit visszafogottabb a forgalom. Ezt a számot, ahogy elérjük, akkor természetesen nem engedjük be a vásárlókat a csarnokba, hanem majd egy sor fog képződni, és akkor lassan fognak cserélődni benne a csarnokban a vásárlók. Tehát maszkhasználat, távolságbetartás, ezek már hónapok óta működnek nálunk természetesen. A hússal foglalkozók, a füstölt húsosok, a sajttal foglalkozóknál nem tapasztalható az, hogy bármiféle problémát jelentene ez a változékony és hideg tavasz időjárás. Náluk változatlanul gazdag a kínálat és bőséges a kínálat. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!